Szeretettel üdvözlök mindenkit! A videónkban azt fogjuk megnézni, hogy a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet értéktárába, az Emlékhelyek a Felvidéken című részhez hogyan tudunk egy-egy adott objektumot, egy-egy emlékhelyet föltölteni ennek a Google dokumentumnak a segítségével, tehát az Emlékhelyek a Felvidéken. Ha esetleg bármilyen kérdés fölmerülne, ezt már előre jelzem, hogy Nagy Attila részére a namedia@namedia.sk, Varga László részére a megyer@gmail.com, illetve Huszán László részére az intézet@intézet.sk e-mail címeken lehet jelezni bármilyen kérdést. Érdemes átolvasnunk előre a szöveget, tehát hogy mi az, amiről szó van, hogyan kell föltölteni, milyen módon, milyen lehetőséggel. Tehát átfuthatunk előre a szövegen. És amit érdemes megcsinálnunk, hogy e szerint a szempontok szerint akár már előkészíteni egy Word-ös dokumentumban azokat az anyagokat, amiket föl szeretnénk tölteni, tehát azt a szöveget, illetve magát azokat a képeket is már előkészíteni olyan formában, ahogy mi szeretnénk majd azt átküldeni. Fontos tudnunk azt, hogy visszatérve ide, elsősorban a nevét, illetve a típusát kell megadnunk majd itt ebben a dokumentumban. Tehát az emlék elsősorban ugye az emlékhely pontos nevéről van szó, ezt most akkor nagyon egyszerűen bemásoljuk. Holokauszt áldozatainak emlékhelyéről van, emlékfonáról van itt szó. Kiválasztjuk az emlékhely típusát, ha esetleg ebben bizonytalanok vagyunk, vagy valami más gondolunk, akkor nyugodtan ide beírhatjuk az egyébbe, de a lehetőségek között gondolom találunk majd olyat, amire szükségünk van. Hogy létező vagy eltűnt emlékhelyről van szó, az azért fontos, mert sok olyan emlékhelyünk van, amelyek lényegében már eltűnt, tehát amelyek már nincsen mondjuk használatban, vagy tudjuk, hogy például ezen a helyen egy ország zászló állt, már nincs ott. Akkor ez esetben ugye eltűnt emlékhelyet kellett volna, most viszont egy létezőről van szó. Az emlékhely besorolásánál az, hogy helyi, vagy országos az emlékhely, az országos listát meg tudjuk nézni, pamiatki.sk-n, tehát ennek utána tudunk nézni. Hogyha ezt nem tudjuk, akkor nyugodtan jelöljük be a helyi szintet, és azt majd mi ellenőrizzük. Hogy hol a helyszín, az emlékmű, vagy az emlékhelynek a helyszínét pontosan megadni, azért fontos, hogy jól be lehessen azonosítani. Ugye megadjuk a település nevét magyarul, hogy hol található, illetve a pontos cím és a helyszínen a Google Maps térképe fog majd bennünket segíteni. Én már előkerestem itt szerdahelyet, és tudjuk, hogy itt van ugye a zsidó temető. És amit címként megadok, nagyon jól kereshető egyébként a Maps. Én a Szabó Gyula utcát fogom megadni, mert innen lehet bejönni. Tehát címként itt a Szabó Gyula utcát lehet megadni. 16-os 24-es szám. Egyszerűen megadom itt, amit már előre bejelöltem, először ugye magyarul, és utána zárójelben szlovákul odaírjuk. A GPS koordináták megadása megint nagyon egyszerű lesz. Kiválasztjuk ugye a Google Maps-on azt a helyet, ahol pontosan az emlékmű található. Mint látszik, nagyon közelre tudjuk hozni, ahol az emlékmű most itt található. És a mi található itt részre kattintva előjön itt a fenti, a bal felső sarokban egy cím. Itt nagyon könnyen be tudjuk húzni magát a GPS koordinátákat, illetve a szélesség és magassági fokokat, egyszerűen beírjuk. Az első lesz a szélességi, itt most kitörlöm, amire nincs szükségem, a másik pedig a hosszúsági fok. Ha esetleg nem tudjuk megadni, akkor a példa szerint írjuk be ezt, hogy hol található. A kerületbe megint megadhatjuk, hogy hol van ez az emlékhely, tehát megint pontosítjuk a helyszínt. Ez ugye a Nagyszombati megye és a Dunaszerdahelyi járás. További információk azért fontosak, hogy minél pontosabb és részletesebb információval szolgálhassunk az olvasóknak. Ugye megadjuk a készítésnek az időpontját. Én itt az avatás felavatásának az időpontját adtam meg, ez 2014. június 29-e, illetve a készítetőnek a nevét, amely ez esetben a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség. Maga a készítő az az, aki elkészítette. Tehát az az építész, művész, szobrász, Kutak Adrien, és a készítésének az ismert célja vagy oka a
holokauszt emlék van az áldozatok nevével. Tehát itt a legfontosabb cél az volt, hogy az áldozatok nevét föl tudják sorolni. Felirata, mivel itt nagyon sok név szerepel, ezt majd egy másik szövegben fogom jelezni, vagy jelölni, akkor egyszerűen azt a feliratot, a legfontosabb főfeliratát emeljük ki. Tehát itt tudjuk azt, hogy is látható lesz majd, hogy héber, szlovák, magyar és angol nyelven az alábbi szöveg olvasható, tehát itt Dunaszerdahely és környékéről elhurcolt zsidó holokauszt áldozatok emlékére, hogy mettől meddig volt használatban, az akkor érdekes, hogyha nem létező emlékhelyről van szó, például 1781 és 63 között, 1963, ha nem tudjuk pontosan, akkor a századot írjuk meg, ez ilyen régebbi és eltűnt emlékhelyekre vonatkozik. A gondozását felügyeli, tehát ki védi, ki gondozza ezt az emlékhelyet, épületet, ide beírjuk ugye a Dunaszerdahelyi zsidó hitközséget, hogy milyen az állapota, az azért fontos, hogy lássuk, láthatóvá váljon, hogy ez egy felújításra szoruló-e, vagy pedig egy gondozott ápolt. Hogy milyen kapcsolódó rendezvények vannak, nagyon egyszerűen kitölthetjük, tehát amit tudunk, hogy mi kötődik az adott emlékhelyhez, itt a holokauszt megemlékezések, és ide kerül az a rövid ismertető, amit már itt fönt bejelöltem. Ez egy ilyen 10-15 soros rövid anyag, ami kifejezetten azt mutatja meg, hogy hogyan, pontosabban, hogy mi ez az emlékhely. Itt leírjuk konkrétan, és a forrás információknál megjelöljük azt a személyt, azt a könyvet, azt az adatot, ahonnan ezt merítettük. A fotóknál nagyon fontos, itt érdemes átolvasni, hogy hogyan készítsük el ezt a fotót, hogyan nézzen ki ez az emlékhelyről, és ezt a honlap@intézet.sk e-mail címre tudjuk küldeni. Majd az adatot bevitte részben a saját nevünket, településünket is, illetve az e-mail címünket adjuk meg. Ezt azért, hogy a szükséges adatpontosítást minél ügyesebben el tudjuk végezni, majd a küldés gombra rákattintva az egész anyagot át tudjuk küldeni arra a felületre, ahol majd ez meg fog tudni jelenni. Tehát az emlékhelyek a felvidéken felületre